Sziasztok, Joanne vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban az egyetemi életet fogom folytatni. Rosszul mondtam nektek az előző videóban, vagy legalábbis rosszul írtam ki, nem az lesz az év utolsó videója, mert ugye ezen a héten szeretnék még videókat készíteni, és akkor a jövő héten lenne egy ilyen szünet, úgyhogy lesz még videó ezen a héten, de az egy ilyen lezáró videó volt erre az évre, és akkor a hatodikai héten pedig nem lesz egyetlen videó, ezen a héten egy kicsit átgondolom a dolgokat, hogy hogyan lehetne felturbózni, egy kicsit jobbá tenni a dolgokat itt a csatornán, úgyhogy erre számítsatok. Megpróbálom ezt a sorozatot most már befejezni lassan, mert így is elég hosszú lesz, és azt vettem észre, hogyha erre is megpróbálok kitalálni valamit, viszont ezt a végigjátszást most már én is lassan szeretném befejezni. Ugye maradt még jó pár nap munk, illetve kell még jó pár kredit, és ezt szeretném megcsinálni mindenképpen, és akkor ott lenne a vége ennek a sorozatnak. Illetve néhányan írtátok az előző videóhoz, hogy halk a videó, nem hallotok rendesen. Ez azért furcsa, mert én általában megszoktam nézni, hogy más videósokhoz képest halkabb a videóm, és én nem vettem észre, hogy halkabb lenne. Úgyhogy most közelebb tettem a mikrofont, viszont lehet, hogy ettől hangosabb lesz a billentyűzet is, mert ugye ahhoz is közelebb került. Meglátjuk. Írjátok meg mindenképpen kommentben, hogy most jobb volt-e a hang, még emelek rá plusz hangot is, hogy még hangosabb legyen, úgyhogy most biztos, hogy nem lesz olyan probléma, hogy halk a videó, de lehet, hogy így meg már túlzavaró lesz a billentyűzet hang, mindenképpen írjátok meg majd a videó végén, és lassan kezdhetnénk is a videót, mert végig fecsegem itt az időt, aztán nem kezdünk bele. Ketten írtatok az a kapcsolatban, hogy mi legyen a következő fél években, hogyan vegyük fel a dolgokat, és inkább azt írtátok, hogy legyen nyugisabb fél év, és hagyjuk meg a focit. Csak úgy viszont nem tudom, hogy meddig tartana ez a végigjátszás. Meglátjuk, hogy ma meddig jutunk, mert még 5 nap van ebből a fél évből is, és hát mindenképpen kéne haladni. Sajnos egy picit ez egyetemi dolog egy kicsit unalmasabb abból a szempontból, mármint, hogy izgalmas a játék, csak unalmasabb nézni nektek abból a szempontból, hogy állandóan ugye házit kell irogatnia, meg állandóan tanulnia kell, és valójában nem történik semmi. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt hogyan tudnám kivédeni, illetve lehet, hogy lennének még dolgok, amiket nem próbáltunk ki ebben a kiegészítővel kapcsolatban, és ugye a tervben volt, hogy lesz egy másik karakter is, akivel egy kicsit másik irányba megyünk el, egy másik egyetemet csinálunk. Közben kiadok neki valami házit, hogy csinálja, mert így nem haladunk. Ezt a playhouse-t mondjuk. Csinálja meg. Szóval ugye lenne egy másik végigjátszás ugyanezzel az egyetemes kiegészítővel. És akkor ott egy másik egyetemre mennék, és teljesen más, hogy csinálnám a dolgokat, az biztos nem koncentrálnánk ennyire a tanulásra, egy kicsit lazábbak lennénk, és jobban körülnéznénk, hogy mi is van ebbe a kiegészítőbe. Úgyhogy lehet, hogy mégis fel fogom venni ezt a 4-et, és majd a végén. Most ezt szerintem nem fogjuk csinálni ezt a Harvest Festet, mert itt szerintem teljesen felesleges. Szóval lehet, hogy majd mégis fel fogjuk venni ezt a 4-et, és akkor gyorsan letudjuk az utolsó fél évünket is, és akkor az új részekkel majd pedig egy kicsit lazábban fogunk körülnézni itt az egyetemen, hogy mik vannak. Még az is lehet, hogy nem visszük végig az egész szakot, mint itt, hanem csak belekóstolunk a dolgokba egy kicsit. Illetve lehet, hogy ott megpróbálunk csalni is, meg ilyen dolgokat, majd meglátjuk. Az a helyzet, hogy viszont az élet céljával szinte semmit nem haladtam. Nem tudom, annyira távol áll az élet célja attól, amit az egyetemen csinálni kell, hogy nem biztos, hogy ezt most meg fogjuk csinálni. Lehet, hogy a következő karakterrel egy kicsit akkor jobban ráfekszem, inkább az élet célra és kevésbé a tanulásra. Hogy hát ha. Ilyen órákat kéne amúgy látogatnia, de hát mintha lenne rá ideje. 4 óra múlva kezdődik az egyik. Jó, befejezte, illetve tanulgatni is kéne lassan. 4 óra múlva kezdődik. Megnézzük, hogy minden rendben van-e vele. Most miért nem látok? Túl fent van. Mit csinálsz? Na, nekem ez lehet kezdi... Mi?
Na, hogy megkeres magadnak valami hobbit, hát ott van Ruben. Neki állt magának pasit vadászni, miközben ott van Ruben. Figyelj, én szeretném, hogyha egy picit tanulnál. Mit szólsz? Nem tudom, hogy most hányos szintet kell elérni ebben a fél évben. Hú, nagyon rossz szinten vagyunk még. Lehet, hogy most nekem kéne mindig oda küldenem az iskolához, mert mindig későn indul el. És az lehet, hogy probléma. De mindegy, akkor későn indul el. Az a helyzet, hogy most még, hogy arra is figyeljek, hogy oda küldjem, meg stb. Most mitől lettél ideges? Valószínűleg a tulajdonságaitól. Ó, az nem az volt, hogy sóiba kell menni? Várj. Hogy lemaradjunk az óráról, mert az aztán nem lenne jó. Dehogy nem, hát be kell menni órára. Ne csináld velem, hogy nem mész. Nem oda kell menni, sose tudom, hogy melyik az iskola valamire, erre van. De most miért nem tudok menni? Ja, 11-től van, akkor még nem kezdődött el. Jó. Mindegy, akkor menjen oda. Annak ellenére, hogy azt mondom, hogy akkor nem megyünk oda, de az a baj, hogy kiikszelés, így megijedek, hogy most akkor mégsem megy oda, vagy mi lesz. Mik ezek a kis üzenetek? El kéne őket olvasni. Kicsit gyakorolhatnánk eddig ezzel a labdával. Hát, ha valamihez kell. De most pont nem kell semmi az, mi? Focihoz kéne. Aha, ahhoz kell. Még mindig nem barátkoztunk össze kettő csapattársal. De várjunk, már rég be kellett volna mennie órára. Most fogalmam sincs, hogy mi történik, mert be kellett volna mennie órára, és nem ment be. Most bemegyünk mindegyikre. Nem tudom, hogy miért. Na jó. Hát úgy látszik, hogy hiába jöttem ide, mert nem ment be órára. 5 nap múlva lesz. 5 nap múlva lesz órája, és addig mi van? Ez is 5 nap múlva lesz? Na, akkor most el tudunk menni focizni. Na, 20 óra múlva. Illetve kéne tanulni. Lehet, hogyha átmegyünk a tanuló részre, átutazunk, akkor lehet, hogy ott gyorsabban tud tanulni. Miért jött ő velünk? Na mindegy. Velünk jött. Na, akkor viszont próbálj meg így tanulni. Hát, hogy gyorsabban megy. Biciklivel mész oda föl, vagy mit csinálsz most jelenleg? Az mi volt ott? Ja, szökőkút. Most el kell mennie focizni. 1 óra múlva, azt írta. Csaba is hagyta a tanulást. Azt kéne tudni, hogy ki a csapattársa. Professzor? Ő a professzor? Ezt elgessünk vele egy kicsit. Hát, ha jobb ügyet ad. Elment. És ő? Róla nem tudjuk, hogy kicsoda. Volt foci edzésen, viszont rettenetesen rossz állapotban tért vissza róla. Úgyhogy ideje haza biciklizni. Micsoda? Mindjárt itt van a szülinapja? Mikor lesz a szülinapja? 1 nap múlva? És felnőtt lesz? Hát ez gyorsan ment akkor. Nem tudja befejezni még fiatal felnőttként az egyetemet, mert már felnőtt lesz. Hihetetlen, beleöregedik itt ebbe az egyetembe. És most ezeket a törpéket nem lehet... El tudom őket adni? Pénzt szerzünk a törpékből. Útban voltak. Hova mész? Órára? Végre elmegy magától órára. Hát el sem hiszem. Eddig nem akart menni, viszont pizsamában ment. Most lehetőletezett. Kivételesen bemész az órára? Örülnék neki. Amúgy nem tudom, mitől függ, hogy bemegye vagy sem. Eddig nem volt hajlandó bemenni. Na, mikor kezdődik? Elvileg most, mindjárt. Végre bemegy órára, el se hiszem. Nagyon jó lett a házink. Na, ennek örülök. Megért az a sok tanulás. Ma is megyünk focizni? Ma is megyünk focizni. 5 óra múlva. Oké, és még mindig nincsenek barátaink, és még mindig nem gyakoroltunk. Lehet, hogy legalább gyakorolni kéne. Mert még nem tudom, hogy mi van, ha előrébb lépünk. Lehet, hogy akkor kevesebb meccsünk lesz. Vagy lehet, hogy akkor kapunk valami fizetést? Persze nem kapunk. Hát kéne hívni egy csapattársunkat, mondjuk őt. Itt van Genesis, ő az egyik csapattársunk. És akkor egyszer vele kéne összehaverkodni, meg még egy csapattársal, és akkor lennénk nagyon jók a focinál. Mert azt még meg kell csinálni. Illetve még nem csináltuk meg a gyakorlást sem, úgyhogy akkor lehet, hogy azt is meg lehetne vele csinálni akár. Itt beszélgessünk vele. Hát így nehezen fognak összebarátkozni, mert megint itt a pipa. És nem is hajlandó beszélni hozzá. Annyira pipa. Nézzenek egy kis felhőt, hát ha attól jobb kedve.
Hallod? Ne hagyjál minket! Itt az út közepén? Hát, hova mentél? És belerúg egyet a kukába! Hallod? Nem már. Nézzünk már egy kis felhőt, Léci. Léci, nézzünk felhőt. És már barátok, nem? Szerintem, hogy már... Igen. Yes! Egy barátunk van! Végre! Na, akkor lehetne vele gyakorolni egy kicsit. Ezt amúgy elfogadja? Gyakorlásnak. Igen, elfogadja a gyakorlásnak, és akkor... Mikor kell mennünk? 30! Ó, gyorsan, még egy picit! Ne menj el! Még egy picit gyakorolnia kell. Most megyünk megint focizni. Ó, tűzijáték van valahol. Ma meccsünk lesz? Ma lehet, hogy meccsünk lesz. Na, kíváncsi vagyok, hogy sikerül. Nagyon konfident. Ó, na mi történik? Nekünk lőtték a labdát, igen. Próbáljuk meg. Gól! Ez az. Sikerült. Tudtam én, hogy ember nagyon ügyes. Még nincs vége a játéknak, de kifolytunk az energiából. Pihenjünk kicsit, vagy egy kis energiaital? Szerintem egy icipicit pihenjen, hát ha segít. Ez az. Sikerült. Jól sikerült. Frissen indult út. Miért szomorú? Elvesztették a meccset! Lehet, hogyha energiaitalt választom, akkor nem vesztették volna el. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Volt házink, ami még nincs kész? Kijött a meccsről szomorúan, és az első dolog, ami eszébe jut, hogy a házimat nem írtam még meg. Jó, akkor írd meg a házidat. Az a gond, hogy nem ismerek több csapattársat. Csak azt az egy lányt ismertük, aki a csapattársunk. De, elvileg már kettő friendünk van, akik csapattársa. Kicsoda? Ki a másik? Várjunk. Barátok? Nehogy már itt hagyd a biciklire! Ne, Emma! Gyere vissza! A bicikli itt maradt. Igen, ők a barátaink. Ő, Jesse! Na, de örülök, nem is tudtam, hogy ismerjük. Na jó, menjünk haza. Akkor ez is megvan, minden megvan igazából, ahhoz, hogy most már tovább lépessünk fociból is. Haladunk a jó irányba. Most lesz a szülinapja, viszont nem tudok neki tortát sütni, mert ugye nincsen sütőnk, úgyhogy... Lehet, hogy kéne csapni neki valami szülinapi bulit. Szerintem igazán megérdemli, mert nagyon keményen tanult. Viszont... nem a legjobb időpont van. Arra gondoltam, hogy bemegyek a város szerkesztőbe, és lerakok neki egy klassz kis éttermet, ahova el tudnak menni a barátaival, és tudnak akkor rendelni magának egy tortát, mert ugye itt nem tudja megsütni. Letettem egy éttermet, egy kicsit kialussza magát. Most ezt nem fogjuk csinálni. Utána pedig akkor elmegyünk megünnepelni a szülinapját. Most, úgyis éhes. Barátait fogom meghívni, akikkel jóban van szerintem. Igen, szeretnénk egy szülinapi partit, és ma legyen a szülinapos szimünk, és nem tudom ki ez a rák, de vele valószínűleg jóban vagyunk. Rubennel is, meg Jesse az, aki másik csapattársunk, úgyhogy őt is elhívjuk. Így öten leszünk, és tettem ugye le egy éttermet. Egy ilyen olasz étterem lesz, oda fogunk most elmenni. Beraktam őket gyorsan egy csoportba, mert hogyha nem teszem be őket, akkor nem foglalja le az asztalt. Csak saját magának. Így lesz a jó. Hát vannak itt dolgok, amiket csinálhatunk, meglátjuk. Az itt food, és a tortás dolog szerintem menni fog. Milyen jó ez a ruhája? Ez a téli vagy a nyári ruhája? Nem is tudom. Ez nagyon tetszik rajta. Melyik lesz a mi asztalunk? Ó, fölmegyünk! Nagyon jó! Amúgy ez egy nagyon jó kis kinéző étterem. Nézzük meg kívülről, így néz ki. Nézzük meg, hogy néz ki itt fönt, ahova minket leültetnek. Nagyon tetszik. Ó, egy ilyen nagy asztalt kaptunk. Ki is rendeljük akkor az ételeket? Hát remélem, hogy el fog férni az ételettől a dísztől itt az asztalon. Lehet, hogy azt le kéne vennem, mert nem fog elférni. Mindenki kap egy ilyen séf ajánlata innivalót, és
Ez itt az ajánlat? Legyen akkor az. Ja, az csak az előétel. Legyen inkább ilyen grillezett. Legyen olyan. És akkor max még rendelünk. Én elveszem ezt innen az asztalon, mert attól félek, hogy akkor nem fog elférni az étel, és nem fogják kihozni. Kéne még rendelnünk egy tortát is, valahogy. Eddig volt rá lehetőség, hogyha ide kattintottam. Megvan. És már negyedszerre kattintok oda, és nem csinálja meg, és amikor meg akarom nektek mutatni, hogy nem csinálja meg, akkor megcsinálja. És ott van az tortácskánk, amit el tud fújni. Szülinapi gyertya. És hát akkor felnőtté válik. Ennyien jönnek megünnepelni a szülinapját. De rendesek. Na, hát akkor a bronz az végül is megvan. Mindenki vegyen egy szeletet a tortából, és akkor legalább ez is meg lesz, hogy eszünk. Úgyis nagyon éhes szegény. Hát addigra kihozzák a kaját, amíg megesszük a tortákat. Vicceket kéne mesélni. Mennyire vagyunk jók viccmesélésben? Elvileg elég jóknak kéne legyünk. Még egy viccet mondjál. De fura, hogy ez most ilyen, hogy így villog. Idősebb és okosabb. Bölcsebb. Nem tudják kihozni az ételünket, mert ugye elfoglalta az asztalt azt, hogy itt van a torta. Jó, akkor az megvolt. Mert most megint tortát kéne együnk. Megint azt kell csinálni. Nincs valami zenemasina itt, amire esetleg lehetne táncolni. Mert ugye az is lenne egy feladatunk, de én nem látok semmit. Lehetne egy kis hangulatos olasz zene, ha már ilyen olasz étteremben vagyunk. Most látom, hogy van itt egy zongora, próbáltam azért nem nagyon eltérni az étterem stílusától és egy ilyet választani. Nem is tudom. Ezekre egyetlen lehet táncolni. Meghozták közben az ételünket. Ha most mindenki táncolna, akkor legalább az is meg lenne. Gyerekek! Gyertek táncolni, utána is ráértek enni. Még egy valakinek kéne táncolni egy kicsit. Gyerünk, táncoljatok! Ez az! Hát tosztot azt szerintem nem tudok mondani saját magamnak. Úgyhogy arról itt, viszont tudunk még venni a tortából. Nem lesz elég. Hányan vettek? 1, 2, 3. Igaz? Kell még egy torta. Nem enged kikérni még egy tortát. Mert nincs elég hely hozzá. Jó, hát majd, hogyha megették a kaját, akkor. Nagyon jól néz ki, amit isznak. Az van egy fahírút benne? Nagyon jól fognak itt lakni, azt hiszem. Még egy tortát megrendelünk. A haber most már nem lesz időnk szerintem rá, úgyhogy most már teljesen felesleg is megrendelni még egy tortát. Kicsit udvarolhatnánk ennek a Rubennek, ha már elkezdődött vele valami kettőnk közben. Elég kicsi dolog kezdődött el, de hát ha. Ezüst szülinapunk lett. Szerintem az is jó. Ezt most mire véljem? Miért szorongatják azokat a tányérokat a kezükbe amúgy? Ruben visszautasított minket. Hát hihetetlen. Vissza lehet vonni? Vissza lehet vonni. Vissza mondjuk. Lehet, hogy ezért már túlságosan playful most. Túlságosan játékos ahhoz, hogy... Ne szorongassatok már ezt a tányért. Szerintem fizetünk, mert ők már úgysem fogják megenni ezt a kaját. 70 szimonon az egész, pedig egy csomó mindent rendeltünk. Remélem, hogy nem lesz semmi bajunk a kajától. Most voltunk itt először. Hazamegyünk vele. Még 3 nap van amúgy a suliból. Szerintem egy klassz kis szülinap volt ez a mai. Megegyeztetünk ebben. És nézzük meg, hogy most hogy állnak ott a dolgok. Kéne csinálnunk egy ilyen submit papert, csak azt szerettem volna úgy megcsinálni, mert elég magas szinten van ugye a tanulásból. Most nézzük meg, hogy abból éppen hogy áll. Ugye ez a... Ez lesz az. Hogy ahhoz mit tudnék még esetleg tanulni? Lehet, hogy az pont a viccmesélős. A komedi. Nézzük csak. És az most biztosan gyorsan megy azért. Mondtam volna, hogy gyorsan megy, mert playful. És nem hiszem el, hogy ételmérgezést kaptunk. Most azonnal fel kell őket hívnunk telefonon.
Mi az, hogy ételmérgezés? Jelenteni, hogy mi történt. Majd utána elmész focizni. Nyugi. Utána is el tudsz venni még focizni. Legalább kérjük vissza a pénzünket, ha már megmérgeztek minket. Köszönjük szépen. 158 szimolont kaptunk, az hiszem, ilyen 70 körül fizettünk ott, úgyhogy meg is ért a dolog nekünk. Most megint meccsünk van? Nem már, azt hittem, hogy megint csak egy sima gyakorlás van. Hívjuk be a kutyát a pályára csak azért, hogy eltereljük az ellenfelünket? Ne. Most próbáljuk meg az energia drinket. És nyertünk! Nyertünk! Ezt kellett volna választani legutóbb is. Na jó van, hát most szülinapoztunk, haladtunk is valamennyit, voltunk focizni kétszer is, és a másodikat meg is nyertük. Úgyhogy szerintem ennek a résznek itt is lenne a vége, és a héten még számíthatok belőle részre. Még lehet, hogy majd azután is lesz, hogyha nem tudom befejezni, meglátjuk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! No, I won't make a sound.